A Gyenes család a 19. század eleje óta meghatározó szerepet játszott Kecskemét életében. Az egyik ős, Gyenes Mihály a Déllő mocsár lecsapolójaként, a városi sétatér kialakítójaként, a mai Gyenes tér névadójaként és Jókai Mór szállásadó gazdájaként vált ismerté. A család későbbi tagjai között találunk neves erdészeket, cukrászokat és nemzetközi hírű kertészeket is. Az 1907-ben született Gyenes István 90 évvel ezelőtt létesítette ma is működő kertészetét a Kőrösi-hegy térségében. Öt gyermeke mindegyike örökölte tőle a növények szeretetét, ma a kecskeméti kertészek élvonalába tartoznak. A kertésztechnikus végzettségű István elsősorban egynyári növényeket termeszt, a szintén kertésztechnikus Ferenc elsősorban a napi piaci értékesítésre tette fel az életét. Melinda gombakutatóként doktorált, több szabadalmat is jegyez. A Zöldségtermesztési Kutatóintézetben dolgozott, de férjével ők is foglalkoznak dísznövénytermesztéssel. László kertészmérnökként a gerbera és a muskátli szakértőjeként vált ismerté. A 70-es években tanított a kertészeti főiskola jogelődjében. Géza eredetileg villamosmérnökként végzett, a kecskeméti távközlés meghatározó fejlesztőjének számít. Nyugdíjba vonulása 2007 óta a Leander választékával vált az ország egyik neves kertész szakemberévé. Az öt testvér példás családi egyetértésben, egymástól csupán néhány száz méteres távolságban élve, viszi tovább az édesapjuktól örökölt szakmát és vállalkozást. A velük készült teljes beszélgetést a jövő héten tűzi műsorára a Kecskeméti Televízió.